nekem ezzel a filmmel az volt a célom, hogy ismerve Simon Károlyt, és ismerve az ő beszédstílusát, gondolkodásmódját, stb. Azzal, hogy az az ürügyegyzett Simon Károly portréfilm, megcsinálhassam az ipari formatervezésre egy portréfilmet. Tudnélik, az ipari formatervezésről én nagyon sok iparművészeti filmet készítettem, különböző műfajairól az iparművészetnek, különböző ágairól, inkább nem is műfajairól, ágazatairól. Ipari formatervezésről nem. És valahogy nem nagyon tudtam elképzelni, és gondolom más is így lehet vele, hogy egy ipari formatervező az mérnök, képzőművész, vagy valamelyik szakmáját műveli a iparművészetnek, vagy egyáltalán hogy lesz valaki ipari formatervező. Hát ezt próbáltam Simon Károllyal megbeszélni. Na most úgy főleg, hogy ő beszéljen természetesen. Én amúgy sem szeretem azt, hogyha egy ilyen portréfilmben hát műsorvezető van, vagy mit tudom én, speakerek kérdezik a szereplőt. Próbáljuk meg olyan szavakkal őt beszédre bírni, hogy ő el tudja mondani a gondolatait a nézőnek. Ezt próbáltam csinálni ezzel a filmmel. Kedves művész úr, kedves Károly, hogy érezted a film első megtekintése után? Sikerült közel hozni ezt a nemes elhatározást, amit a rendező úr magáévá tett, hogy az ipari formatervezést azt érthető közelségbe lehessen hozni? A filmben sikerült ezt a saját szakma keretén belül bemutatni? Hú, ez egy nagyon jó kérdés, mert az első pillanattól kezdve én nem magamról akartam beszélni, hanem az, hogy mi ez a szakma. Tehát új ott bujkált bennem, hogy ha egyszer ebből ne találtam film lesz, ha egyszer ezt valahol bemutatják, akkor valaki, aki nem gyakorolja ezt a szakmát, vagy nem ismeri, lásson be mögé. Ezért volt a kiállításomnak, itt van a katalógusa, hogy az volt a címe, hogy a mű és ami mögötte van. Ez az. Tehát nem... Legtöbben azt hiszik erről a szakmáról, hogy divat, hát szokta, vagy nem tudom. Tehát ez volt az első célom, de mikor először láttam a filmet, hát megmondom őszintén, hogy nem tudom visszaidézni, hogy mit éreztem, de egy lényeges momentum a mai napig bennem van, hogy ez a Lakatos Iván, ez egy zseni. Természetesen. Megmondom miért. Szerénységem. Képzeljék el, hogy nem beszéltük meg, hogy milyen lesz ez a film. Hát ez a szerencse. Iván felkészült, és egyszer megjelent a lakásomon, jött egy operatőrrel, hogy na most akkor vágjunk bele. És már a végén jöttem rá, hogy én vezetve voltam, mint egy szamár. Tehát annyira felkészült, hogy hogyan legyen szerkesztve a film, vagy milyen legyen a logikája, hogy ettől lett, bocsánat a kifejezésért, kerek, és ettől van neki logikája. Ezért van az, hogy a gombostűtől, vagy a kilincstől a villamos mozdonyig. Tehát az, hogy a felépítésnek, tárgyi világunk felépítésének a struktúrája hogyan bonyolódik, Ezt ő így tette föl, hogy ez jöjjön ki belőle, hogy mindenütt ugyanazok az elvek motiválnak. És mellékesen még hát szerintelen vagyok, de hogy be tudtam mutatni a személyiségemet is. A feleségem 3 napig magázott utána. Mert azt állította. Fogalma nem volt arról, hogy 40 vagy 50 év óta, hogy én tulajdonképpen mit csinálok, amikor görnyedek éjszaka rajztábla fölött. Hát szóval nem tudta, és azt mondja, tényleg, ezt te megtanultad? És akkor mondtam, hogy nem, az Iván tanulta meg. Végül is én ismeretszesztő filmeket csináltam mindig, egész életemben jóformán. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy én apámmal forgattam egy csomó ilyen
filmjét, ahol embereket beszéltetett. Na most én úgy vettem észre, hogy az egy alapvető feladat, hogy az embereket úgy szóra bírni, hogy én ne kelljek hozzá. Egy szót elejteni, amivel ő tovább tud menni, és elkezd arról beszélni, amiről én szeretnék. Szóval ez, azt hiszem, hogy ez a gyakorlat segített abba, hogy sikerült ezt a kettős portrét, hogy úgy mondjam, megcsinálni, a szakma portréját és Simon Károly portréját. Meg szerettem volna mondani azt, amit a Károly itt egy pillanat alatt a közönség számára be is mutatott, hogy a nagy meglepetések művésze Simon Károly, mert amikor ez a bizonyos kiállítás, a mű és ami mögötte van, ezzel a katalógussal együtt a közönség elé került, és jó magam is mondhatnám a felesége után, hogy itt tényleg nagyon nagy logikával lehet követni ennek a különben száraznak tűnő szakmának a szakmai mozgatórugóját, éppen úgy, mint az izgalmas élményét. És hát azt hiszem, hogy a film tökéletesen bebizonyította, hogy amit így hívunk, hogy ipari formatervezés, és csupa műszaki dolog. Hát Arany János után mondhatom, hogy gondolta a fene, hogy egy elektroenkelográfát, vagy micsoda, az egy ilyen végső soron egy olyan humánus tervezői eredményt hoz ki, amelynek a használója és az alanya mind a kettő egy ember, és Simon Károly ezzel a szenvedéllyel, legalábbis én úgy láttam, mindannyian azt hiszem ezt láttuk ebből a filmből, amit Lakatos Iván kivarázsolt, hogy szenvedélyes, odaadó tervező. Itt csak egy kérdést hagyd tegyek föl egy ilyen komoly igazgatói tárgyaláson, és ilyen vehemenciával volt szíves a művész úr képviselni mondjuk a mozdony érdekeit? Én sajnos egy olyan korban voltam fiatal, amikor egy egyszerű tervezőnek nem lehetett nagy a pofája. Nem, de tudtam mosolyogni, és amikor valamit nem értettek meg, akkor nem azt mondtam, hogy te hülye vagy, hanem újra kezdtem, és újra magyaráztam. Tehát magyarul ez a nem alamuszi és nem megalkuvó, de tárgyilagos párbeszédet mindenki elviseli. Ha indulatos vagy, akkor elutasítanak. Tehát a diplomácia egy tervezési munka folyamatában, a levezetésében iszonyú fontos. Hadd kérdezzem meg a Lakatos Iván rendező urat, lenne kedve ezt a műfajt még egyszer-kétszer fölkarolni? Ha mondjuk a Simon Károly azt mondaná, hogy hát kedves rendező úr, itt van a magyar iparművész társadalomban 12.500 emberből mondjuk 10 zseni biztos akad, akkor elvállalná? Nekem egy ábrándom a magyar iparművészet történetének az elkészítése egy 13 vagy éppen nem tudom hány részes sorozatban, amit a televíziók úgy forgalmazhatnának is, az ő kedvenc számaikkal élve. A 13 ugye az egy negyed évnek a hetei száma. És én nem is adtam ezt föl, hogy valahonnét erre valami pénzt összeharácsolni, hogy el lehessen készíteni tudnék. Egyáltalán az iparművészet történetével nem foglalkoztak a magyar ismeretterjesztő filmszakmában annyira, mint amennyire megérdemelni. Rengeteg képzőművészeti film készült, szobrászokról, építészekről készültek filmek. Az iparművészet valahogy mindig úgy mellé csúszott, pedig hát a mindennapok művészete, ha belegondolunk. Hát az már iparművészeti termék, amikor 1100 évvel ezelőtt a lovasok egy ilyen csíkozott kis agyagedényből megették az ebédjüket. Hát azt az edény nem véletlenül csíkozták föl, és nem véletlenül olyan az edény, mint a kanál, ahogy Károly mondta a filmjében az elején, hogy mit tud tervezni, mit nem. Szóval a mindennapoknak a művészete tulajdonképpen az iparművészet szerintem, és méltatlanul van mellőzve. Hát azt most ezen strapálom magam, hogy ezt valahogy összehozzam. Sikere volt a egyik-másik alkotásnak, a terveknek külföldön is, hogy erről azért hallhatnánk egy-két mondatot? Nagyon jó, köszönöm. Van egy sztorim, de ez teljesen jellemző Magyarországra, magyar tervezőkre, stb.
nem is tudom, hogy 30 évig dolgoztam a Medicorban. Mutattam, ugye, hogy az utolsó kütyű, az elektroengefalográf akkora, mint egy cipős doboz, ugye? És elindult, mit tudom én, 5 íróasztal nagyságú vagy méretű tárgyból. Ez minden tárgyra vonatkozik. És ennek ellenére nézzétek meg, hogy rengeteg a felesleges tárgy, amit ki kellene dobni a szemétbe, rengeteg felesleges tárgy készül. Nem tudunk rendesen integrálni. Egy szó, mint száz. Itt van ez a cipős doboz. Ennek volt egy köztes állapota, mondjuk, hogy a 30 évnek a 15. évébe. Akkor is tudtam újat csinálni, akkor voltak az első, segítsetek már, mikroprocesszoros készülékek. És a Medicor annyira büszke volt rá, hogy ő ezt meg tudja csinálni, benne is van ebben a katalógusban, hogy a BMW-n egyes egyedül ezt az egy készüléket állította ki, és az szimbolizálta a Medicor műveket. A Antal Pali csinálta a grafikát, az is felháborodást keltett először, és utána mindenki elfogadta, mert a grafikai háttér az volt, hogy fölfröcskölt vörös festéket is, az olyan volt, mint a vér. Senki nem vette észre, hogy az enkefalográfnak semmi köze a vérhez, ugye, mert non-invazív, tehát nem testbehatoló. Na de azt mondja nekem a Pásztor Iván, a Medicornak a főkonstruktőre, hogy te Karcsi, akkora sikere volt a enkefalográfnak, hogy ez nem igaz. Jött például egy japán delegáció, voltak vagy 20-an, hajlongtak, így gratuláltak, és aláfeküdtek, és körbe fényképezték az egészet. Most mondd meg, eltelt körülbelül 3-4 hónap. Hát én oda gyakran jártam, hetente volt, úgyhogy többször is, mert hát, külsősként dolgoztam. Megyek be az Ivánhoz, mármint a főkonstruktőrhöz, és így fogott egy újságot, egy külföldi szaklapot, és így odavágta az asztalra, hogy ezt nézd meg. Képzeljétek el, hogy egy az egyben lemásolták a japánok. Nem azért fényképezték azt le, hogy az csodálatos, hanem mi még a szerszámozásnál nem tartottunk, ők már kihozták a piacra. Hát kis magyar sikereinkből egy jó példa, de azért én... Ezt kérdezted, vagy ezt ilyesmit? Kérdeztem, de reméltem, hogy az derül ki, hogy mit tudom én, kaptál több ezer euró érő megbízásokat, vagy valami ilyesmit a sikeres munkád után, de hát ezt majd legközelebb akkor elmondod, hogyha ilyen feladatokat kapsz. Hát jogjunk sincs. Jó. Úgyhogy köszönöm szépen egyelőre tekintettel arra, hogy itt most én szívesen felhívnám a figyelmet a kedves közönségnek, nem mintha nem ismernék, de azért mégis megmutatom ezt a két kiadványt. Ugye a katalógust itt már meglengettem, de erről még valamit szeretnék mondani. Van azonban Tasnádi Attila szerzőségéből egy Simon Károlyról szóló egy kicsit ilyen kemény táblába szorított könyv is. A katalógusban van egy ilyen dolog. Simon Károlyból kibújt a tervező, a rendcsináló, a tanár, és ilyen fantasztikus címeket adott az egyes képekből bemutatott fejezetekről. A mű egy kép keletkezési sorrendben, egy kép összetettségi sorrendben, témacsoportok az összetettségi fokozatok szerint, egy mű a rajz, a mű és ami mögötte van, a forma tervezés kompetenciája. Szóval tanulni van bőven mit Simon Károly derűjéből, humorából és szorgalmából, úgyhogy arra készültünk, hogyha szünetbe mindenki boldogan vagy érdeklődéssel megostromolhatja a két alkotó művészt, úgyhogy ami engem illet, inkább erre bízhatom a jelenlévőket, mint itt feltendő kérdéseket. Erre föl is lettem kérve, hogy Sára Sándorra is jusson idő. Köszönöm szépen! Sára Sándor azt mondta többek között a filmbe, hogy ő a cigányok óta olyan témát választott mindig, amiről nem lehetett beszélni. Na most honnan tudta, hogy most is olyan választása volt, aminek aztán lett következménye, hogyha erről beszélne? Mire gondol? Hát az Alindára.
Egy másik történet. Nem, talán ha valaki éberebb volt és figyelt, akkor rájött, hogy itt a évszámokkal valami nem stimmel. Történetesen az, hogy Sára 80, alatt én már 83 vagyok. Tehát eltelt 3 év. A film pedig készen volt. Ez úgy történt valahogy, hogy az akadémia és a televízió megegyezett abban, hogy elkészül ez a portréfilm, és a 80. születésnapomra le is vetítik. Meg is hirdették a műsor újságba. És akkor az utolsó pillanatban mégiscsak valahogy eltűnt a film. És akkor én kérdeztem, hogy hova lett, mert ahhoz már én hozzászoktam, hogy a filmek eltűnnek egy darabig. Hát mondtam, biztos valami ilyesmi történt most is. De hát levették a műsorról. Hogy levették a műsorról? Kivette le? Hát így jött aztán a találgatás, mert valaki azt mondta, hogy a főszerkesztő, másik azt mondta, hogy a főszerkesztő helyettes, nem az aligazgató, nem tudom, hogy micsoda. Szóval mind a mai napig tulajdonképpen nem derült ki, hogy ki, hát így kell mondjam, ki tiltotta be, vagy ki tiltotta le ezt a filmet. Aztán annyi mégiscsak kiderült, hogy Alindának volt valamilyen vitája a televízióval, és nem jutottak megegyezésre, és akkor mit csinált ilyenkor a televízió? Az határozta, jogi út ide, vagy jogi út amoda. Sára Sándor 80 éves ide, Sára Sándor 80 éves oda. Hogy Alindát akkor leveszik a képernyőről. Hát levették, ha vele együtt levették ezt a filmet is. Úgyhogy ez minden mai napig tulajdonképpen nincs, hogy úgy mondjam, bemutatva. Önök most egy betiltott filmet láttak. Ha úgy tetszik, 10 év óta folyamatos betiltás alatt vagyok, nehez én is hozzájárultam. Azt hittem ez alatt, hogy nem készítettem filmet. Azt szeretném kérdezni, hogy te hány órát vettél föl végül is egyrészt. Másrészt, amit az előbb mondtam, hogy milyen volt, amikor megtudtad, hogy te Sára Sándorról portréfilmet, meg életútinterjút ki fogsz készíteni. Én ezt egy nagyon-nagyon megtisztelő, nagyon nagy feladatnak éreztem, és amikor elmentem Sándorhoz, akkor egy hátizsákra való DVD-vel mentem haza, és mindegyiket megnéztem, és kiegyzeteltem, és készültem. Hónapokig tartó munkával faragtuk ki Szalai Péterrel a leforgató nyersanyagból. Nem tudom, hogy mennyi volt időben, de azóta is tervem van, hogy a Sándorral az életinterjúból készítek egy tananyagot az leforgatott filmnek kapcsán, hogyan készültek, mint készültek. Rendkívül fontos, rendkívül érdekes az, hogy amikor tekergettük a beszélgetéskor a filmet, akkor mondta, igen, itt volt egy faj, és akkor ezt nem lehetett volna kivágni, de kivágtuk, mert a kép az úgy kívánta. Nagyon érdekes minden képnek az elkészítése, amit a Sándor készített el a filmjeiben. Igen. Te voltál ugye mellette, a Sándor mellett dolgoztál valamelyik filmjében, úgy tudom. Igen, így volt. Nagyon megtisztelőnek éreztem azt, hogy kisebb feladatok után a Magyar Nők a Gulágon című 3 részes sorozatban, televíziós sorozatban egy stábban dolgozhatunk. Kurucz Sándornak voltam a segédoperatőr, a kameramánja, és fényképezőgépet is vittem magammal, és mindenhol fényképeztem. Még ott is, ahol nem kellett volna, a helikopterbe. A Gulágon. Azt szeretném kérdezni, hogy a Gulág... Ja. Elmondom, hogy közte volt azoknak, akik megint majdnem a Gulágon vesztek, mert Vorkuta mesélték, illetve mondták, hogy van egy tábor, körülbelül 100-150 kilométerre még északabbra. Az egy olyan tábor volt, ahol mindig fölmentek az emberek, de soha nem jött vissza senki. És minden valahogy úgy maradt. És akkor az engem roppant izgatott, és mondtam, hogy én itt mindenképpen el akarok menni, hogy megnézem ezt a tábort. És béreltünk egy Rozoga helikoptert,
csoda, hogy felszállt, illetve napokig föl se szállt, mert köd volt, bár szeptemberben voltunk ott, de ezt egyszer mégiscsak elindultunk. És megmutatták, hogy ott egy ilyen mint a kilométerkő, egy nagy kő, tehát hogy ez Európa és Ázsia határa. Jó, azt még mutatták. Tehát nekünk táborokat is, mert közben lehetett látni azért, hogy táborok vannak, vagy táboroknak a nyomai, és mondtam Kurucsainak, hogy a nyomd a gépet. De már föltűnt a repülőtéren, hogy jött, mert Moszkvából jöttek velünk, nyilván kísérők, megfelelő kísérők, de itt újabb kísérők akadtak. Tehát pluszban hozzájöttek, és kérdezem a régieket, hogy ezek kik? Mondták, hogy ők a KGB. De mondom, KGB már nincs. Mondták, nincs, de mégis ők KGB-sek. Tehát úgy forgattunk, hogy én eléjük álltam, és a Sanyi pedig meg a fényképezőgépet a helikopter ajtaján keresztül fényképeztetek. És egyszer azt veszem észre, hogy nagyon közel jön az Urallehetség, és már le is szálltunk. Ott a nagy hómezőn. És velünk volt Karik Sára, ugye, aki 8 évet lehúzott Bork után. És mi ott álltunk a nagy hómezőn Karik Sárával, szegény, ez megúszta az első 8 évet. Mi most visszahoztuk, és kérdés, hogy innét kiszabadulunk még valaha. De hál' Istennek a köd egy idő után föloszlott, és akkor a pilóták tudták, hogy nem tudom én, keleti irányba el kell érni egy olyan vasútvonalat, a közben esteredett is, ami bevisz minket Vorkutára. Na, nagy nehezen elértük ezt a vasútvonalat irányba Vorkutára. Úgyhogy... Ugye beszélt arról is, hogy voltak megvalósulatlan filmtervei, a Mádéfalvi veszedelemről beszélt a legtöbbet, de a Gulaghoz kapcsolódó tervéről nem, és az már nem a Kádár rendszer alatt nem sikerült megvalósítani. Mi volt ez a terv, és miért nem? Hát amikor a Duna Televíziót, az pedig 2000-ben volt, ott hagytam, ugye akkor azt gondoltam, hogy játékfilmet fogok csak készíteni, mert ahogy összeszámoltam dokumentumfilmekre, legalább 10 évem, ráment, amikor csak dokumentumfilmet készítettem, mondtam, akkor még most jött egy-két játékfilm. És akkor a Madé falvéről esett szó, amit nagyon-nagyon régen el akartunk már készíteni, de volt nekem, ezt Csórival írtuk, volt egy másik forgatókönyvem Amrita Sergéről, azt pedig Dobai Péterrel írtuk, és volt még egy Transzibériai Álom című film, az egy gulág történet, egy ilyen összefoglaló gulág film lett volna, azt a Kardos Pityúval írtuk. Na de egyikre se tudtam összehozni a pénzt, illetve aztán úgy alakult a magyar a filmgyártás szerkezete, meg olyan fórumok. Szóval olyanok döntöttek magyar filmekről, akik én nem akartam, hogy az én filmjeimről döntsenek, mert én megszoktam azt, kezdve az 1962-ben általunk alapított Balázs Béla stúdióban és végig az Objektív stúdióig bezárólag, hogy olyanok olvasták az én forgatókönyvemet, akiket én tiszteltem, becsültem, egy stúdióban voltunk, mint tudom én, a Kósa, a Szabó, a Lugosi, a Huszárik. Hát persze boldog voltam, olvassák a forgatókönyvet. De egy van idegen, akinek még filmjét sem láttam, az fog nekem tanácsokat adni. Szóval ebben nem akartam én beszállni ebbe a rendszerbe. Azt nem gondoltam, hogy ez ilyen sokáig fog tartani, mert az én eddigi tapasztalataim szerint egy kormánybiztosság az egy bizonyos ideig tart. És ha a kormánybiztos elvégezte a feladat, akár jól, akár rosszul, egy idő után elköszönnek tőle. Hát ez nem jött létre, úgyhogy a filmek se jöttek ez nagyon létre. Én olvastam mind a kettőt, ugye Amrita Sergilről szó esett, India se
került bele a filmbe, természetesen nem fért, az egy külön film lenne, hogy az indiai élményéről, hogyha egy kicsit beszélne. Úgy indult, hogy meghívtak egy fesztiválra, ami Delhiben volt, és ahogy leraktam a csomagjaimat, kimentem az utcára, és attól kezdve én tulajdonképpen csak aludni jártam a szállodába, vagy legfeljebb ebédelni, filmeket sem néztem. Annyira izgatott és lekötött az a gazdag és sokszínű élet, ami ott körülöttem volt, hogy csak a fényképezőgépet használtam meg a szememet. Tehát akkor sok fotót készítettem, de pont úgy adott, hogy két évvel meghívtak Kalkuttába egy másik filmmel. És ott ugye lesz történt, sőt, hát mert az igazi India az haját ilyet lehet mondani, az Kalkutta is környéke. És akkor már találkoztam filmesekkel is, és az egyik filmes fiú, aki rendező is volt, meg producer is, azt mondta, hogy csináljunk, mert mindig azt keresi az ember, hogy mit tudnánk közösen készíteni. Hát készítsünk filmet, mit jó. Azt mondta, ő csinálna szívesen Körösi Csomáról. Szinte felakadt a szemem, hogy egy indiai fiú mit akar Körösi Csomától. De kiderült, hogy ő Darjeelingbe született, ahol Körösi Csoma el vagyon temetve. És akkor én már megismertem Amrita Sergilnek a képeit, és akkor mondta, hogy akkor én megcsinálok, Amrita Sergéről csinálnék egy filmet. Ez a két film, nagyon alaposan kidolgoztuk, forgatókönyv készen volt minden. Egymás mellett futott volna, de a indiai részről a hozzáállás vagy a pénz is összejött, magyar részről meg megint csak nem jött össze, úgyhogy mind a két film minden kútba esett. Tavaly volt a Gulág év. És ennek kapcsán elég sok helyre meghívták magát találkozni, közönség találkozóra, fiatalok is voltak, idősebbek is. Mit gondol, tehát, hogy egyrészt, hogy igazából sajnos szerintem nagyon kevesen látják a filmeket, és pedig kellene. A dokumentumfilmekről beszélek most, de a játékfilm mindegy, de nem csak általában. És de mit tapasztalt, hogy aki viszont végignézi, azzal mi történik? Először is az jut eszembe, amit Kányádi Sándor barátom mondott, hogy ő járt iskolákba, mint költő, és versekről beszélgetett fiatalokkal, és egyszer föltette azt a kérdést, hogy ki mondja meg, mi az, hogy vers? És akkor egy ilyen 10-12 éves formájú kislány, nagyon formájú kislány kapaszkodott is. Hát mondjad. Azt mondta, hogy hát vers az, amit mondani kell. De ennek alapján én pedig azt mondom, hogy film az, amit nézni kell. Most ha nem vetítjük, ha nem nézetjük a filmet, akkor nincs film, és nem is lesz. Ugye? Pedig miből állna egy ilyen egyszerű kivetítőt, vagy egy vásznat? Hát régen minden faluban volt mozi, tudjuk, az nagyon régen volt. De most miért nincs minden faluban, a legkisebben is, akár egy minőségi használható és kivetítő, ahol meg lehetne mutatni, hogy mit kell nézni. Mert ugye most nem menjünk bele a televízióhoz, katasztrofális. A tapasztalat pedig az, hogy aki leül és elkezdi nézni, az már nem áll föl. Az benn marad, mert az embereket... Mit kérdeztek? Mi volt számukra a leg... Én nem tudom pontosan, de értették meg. Fontosnak tartották. Hát, mint ahogy mindenki fontosnak tartja, és meg akar ismerkedni a családjával, a szűkebb vagy a tágabb családjával, aztán a valójával, aztán a nemzetével. Hát ez a fajta kíváncsiság vagy ismeretszerzés, ez nem veszett ki az emberekből, a fiatalokból sem. Tehát ha vetítjük nekik a filmet, akkor nézni fogják.